Első alkalommal került megrendezésre a szekszárdi saktábor, ahová Tolna megye határain túlról is érkeztek gyerekek. Összesen 19 lelkes fiatal töltött egy hetet az intenzív oktatással és izgalmas programokkal átszőtt táborban. Szigeti Zsombor két testvérével Velencéről érkezett, és 6 éves kora óta sakkozik. Megtetszettek a sakkfigurák, apukám tudott sakkozni, aztán egy év múlva elmentem sakkedzőhöz, és utána már mentem versenyekre is. Szóval hát így kezdtem el is sakkozni. Napi szinten úgy van, hogy csinálok így, naponta 1 óra, és mindig 2 naponta van 1-2 órás sakkórám. El szeretnék jutni egy ilyen nagymesteri szintre. A tábor Gál Péter sakkoktató ötlete volt, aki úgy gondolta, érdemes felkarolni a tehetséges gyerekeket és újra életet vinni a megye és szekszárd sakk életébe. Nagyon nagy hagyománya van a decsi sakkéletnek, illetve a paksi atomerőműese csapatainak, tehát régóta van ifjúsági nevelés, illetve most újra elkezdtük a Matolna Tehetségkutató Alapítvánnyal, illetve a Tolna megyei sakkszövetséggel mind az oktatás rész, mind pedig a tehetségek kutatását. A szülők mindig azt mondják, hogy vagy ugye a két legfontosabb dolog, hogy hogyan sportoljon, hogyan tudjuk kivinni a gyereket, és illetve hogy hogyan tudjuk elvenni tőle az online kütyüket, vagy más fele terelni, és a sakk az egyik legeslegjobb dolog. Nagyon-nagyon sok olyan pozitív hatása van, mint például ugye a logikát erősíti, vagy hát ugye a kezdeményezőkészség, ugye a kudarcviselés, kudarcszűrés, illetve az önbizalom növelés, akkor hát nagyon sokat lehetne felsorolni, tehát hogy ez nagyon-nagyon fontos. Tolna megyében az egyik legjobb és legrégebbi gyermekversenysorozatunk van, a Rozsnyai Mátyás emlékverseny. Ez nagyságrendileg ugye negyed évente tehát havonta egy darab verseny van különböző állomásai, Szekszárdon és Pakson, Tamásiban, illetve Bátaszéken is szokott lenni. Úgyhogy tudnak járni, illetve az országban mindenfele tudnak menni ugye sakkozni, és megyünk is velük, tehát az egyik legfontosabb az, hogy ne csak a sakkot megtanulja, hanem utána a küzdő szellemben ki is tudja próbálni, illetve ugye, hogyha a méltóság teljesen tudjon veszíteni, azt is megtanulja. A tábor az úgy néz ki, hogy ugye napközis tábor, tehát reggel 8-ra jönnek a gyerekek, 8-tól 9-ig van egy kis szabad program, kis játszótér, meg mindenféle játszadozás, aztán 3x45 perc intenzív sakkoktatás van, ahol ugye említettem már 3 csoportban vannak, 15 perces szünetekkel, amikor mindig tudnak egy kicsit rohangálni, illetve játszogatni, utána van egy nagyon-nagyon finom ebéd, és akkor délután pedig egy picit sakkos programok, illetve picit inkább játékos programok, mint például a számháború activity, vagy logikai társasjátékokkal próbáljuk elütni az időt. Az ország egyik legismertebb oktatója, Taskovics István foglalkozott a haladó csoporttal. Tasi bácsit mindenki nagyon-nagyon szereti, több mint 30 éve oktat, és nagyon-nagyon sok országos bajnok, Európa bajnok, illetve szerb bajnok is az ő keze közül jött ki, úgyhogy nagyon értékes mindig a munkája, meg a társasága. Izgalmas és mozgalmas hét volt a gyerekek számára, akik rengeteg élménnyel és tudással térhettek haza a tábor után.